Bajai Televízió csütörtök esti híradója kezdődik. Jó estét kívánok! Előbb nézzük vezető híreinket röviden. Megújulhat a piac, új csarnokot és fedett, modernebb árusítóhelyeket kaphatnak a piaci kofák. Habvazó szerda, torkos csütörtök, megkezdődött a böjti időszak, a templomokban és az éttermekben különböző módon emlékeztek meg az eseményről. Határon belül és azon túl, Zomborban és Hódmezővásárhelyen versenyeztek a hétvégén a bajai úszók. A napokban láttak napvilágot a bajai városi piac átalakításának látványtervei. Sikeres pályázat esetén nem csak maga a vásártér újulhatna meg, hanem a mellette található utca és a parkoló is. Hogy a zöld város kialakítására benyújtott pályázat mikor valósulhat majd meg, az hamarosan kiderül. Támogatási döntés esetén a piac egész területe megújul, illetve a környezetét tekintve az Alföldi tér zöld felülete, a parkoló, amit most is parkolónak használunk, az burkolt parkolóvá kerül felújításra. Rádóczi Valéria azokat a területeket mutatja éppen, amelyeket a beruházás érint majd. A felújítás során egy teljesen új csarnok és fedett árusítóhelyek épülhetnek, valamint a környék parkolói és zöld területei is megújulhatnak. A főépítészi iroda vezetője elmondta, a Baja Zöld Város gazdaságfejlesztési programra a pályázatot már 2016. júliusában benyújtották, most már csak az elbírálásra várnak és kezdődhetnek is az előkészítő munkák. Hangsúlyozta, az építkezés nem jelent majd kiesést az árusok számára. Az új épület a Miklós utcai telekhatára épül, ezért tud működni közben az építés során várhatóan a piac, tehát a régi épület még addig áll, amíg a fedett, nyitott elárusítóhelyek nem kerülnek kialakításra, tehát az új épület megépül, addig állhat a régi épület, folyhat a piac működése. Az új piac lehetőségének az árusok is örülnek, hiszen főként esős időben bizony akadnak nehézségeik. Végre történik valami fejlesztés, és ráfér a piacra, be kell fedni, itt ázunk, elől áznak, úgyhogy épp ideje volt, hogy valami történjen, és kicsit korszerűbb és jobb legyen. Nem mindenki hallott még az új tervekről, de remélik, az új megoldás megkönnyíti majd a munkájukat, mondták a piacon tevékenykedők. Nem láttam még a terveket sem, mert állítólag most jelent meg a neten, hogy meg lehet nézni, meg hogy azt sem tudom, milyen lesz az elrendezése, vagy egyáltalán, hogy lesznek-e külön olyan részek, ahol mondjuk csak termelők, csak kereskedők, mert mondjuk azért ezt jó lenne szétválasztani. Támogatási döntés esetén tehát megújulhat a teljes piactér és a környéke. A felújítás azonban nem vonatkozik a körülötte található pavilonsorra, hiszen azok az üzletek magántulajdonban vannak. Az eredeti időpontnál később adhatók be a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás elnevezésű pályázat támogatási kérelmei. A benyújtási határidőt a miniszterelnökség módosította. A tájékoztatás alapján a kérelmeket március 1-e helyett március 16-ától nyújthatják be a fiatal gazdálkodók. A felhívás keretében újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatására az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyerhető 40 ezer eurónak megfelelő forintösszeg. A miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások, szigorítások is hamarosan megjelennek majd annak érdekében, hogy a kormányzati célokkal összhangban csak a valós gazdálkodói tevékenységet folytató gazdálkodók nyújthassák be támogatási kérelmeiket. Megkezdődött a 40 napos bűnbánat, a nagyböjt időszaka. A húsvét és Jézus Krisztus feltámadására való felkészülési szakasz minden évben hamvazó szerdával kezdődik, ami az idén március 1-ére esett. Ezen a napon országszerte tartanak hamvazószertartásokat, amely során a bűnbánásra és az emberi mulandóságra emlékeznek a hívők. A nagy böjt a testi lelki megtisztulás, a bűnbánat időszaka.
A keresztény közösségekben ez a szakasz a húsvétot megelőző 40 napos felkészülésre és a hitben való elmélyedésre szolgál. A vallásos gyakorlat középpontjában a lemondás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll. A keresztény hívő ember meghívást kap a jó cselekedetek gyakorlására, az imádságra, az önmegtartóztatásra, az alamizsna osztásra, a szegények megsegítésére, a közös szertartásokon való buzgóbb részvételre, és meghívást kapunk arra is, hogy személyiségünk árnyoldalát, bűneinket, hibáinkat, mulasztásainkat lehetőleg csökkentsük, kiküszöböljük, megbánjuk. A plébános hozzátette, Nagybőjt régi hagyománya a bűnbánó időszak nyitányaként tartott hamvaszkodás. Ezen a napon a Szent Misét tartó plébános hamuval jelöli meg a hívők homlokát, ezzel jelképezve az emberi mulandóságot és bűnbánást. A lemondás időszakában sokan döntenek a bőjt mellett, de olyanok is vannak, akik nem tartják a népszokást. Hát igen, tudom, bőjt van, igen, ezt tudom. Karál húsvét előtt. Ezt nem tudom, különben. Nem szoktunk böjtölni. Fekete Szabolcs elárulta, a böjti időszak alatt a keresztények jellemzően gyakrabban látogatnak el Isten tiszteletre, és bűneiket is többször vallják meg, mint az év többi napján. Az idei év sem telik el torkos csütörtök nélkül, bár a főszervező az idén kiszállt a programból, és még a holnapot is törölte, az éttermek egyénileg azért akciózhattak. Baján több étterem így is tett, ezen a napon féláron fogyaszthattak a vendégeik. Az összes asztalra kikerült a lefoglalva tábla csütörtökön ebben a bajai étteremben. Az idén is nagy népszerűségnek örvendett ugyanis a torkos csütörtök elnevezésű akció, itt is és a város néhány másik vendéglátóhelyén is. Az ötlet egyébként, amelyet 2006-ban indítottak útjára, egy magyar hagyományból indult ki, amely szerint a közelgő nagybőjt előtt alaposan be kell lakmározni mindenféle, elsősorban a farsangi időszakban jellemző ételből. Az pedig, hogy mindezt féláron lehet megtenni, csak habatortán. Dóra Nándor, étteremvezető helyettes elmondta, a vendégek már január-februárban lefoglalták erre a napra az asztalokat. Azok a vendégek is eljönnek az éttermekbe, akik nem minden nap tehetik meg. Általában esténként, az esti órákban vannak sokan, teltházunk is általában esténként van, de a déli órákban is van jó pár asztalfoglalásunk. Ma például egy nagy csoport is 53 fővel részt fog venni nálunk a torkos csütörtökben. Az étteremvezető helyettes hozzátette, ezen a napon 150-200 fő fordul meg náluk, és van, aki már a jövő évi asztalfoglalást is lefixálta. Ez a házaspár Sárbogárdról érkezett. Elmondták, rendszeresen járnak Bajára, és mindig olyan különlegességet választanak itt, amit náluk otthon nem lehet. Ez alkalommal például süllő került a tányérba. Nagyon finomak az ételek, kielégítő minőségileg, mennyiségileg, és a férjemmel úgy döntöttünk, hogy minden évben eljövünk egy alkalommal, biztos, amikor torkos csütörtök van, ehhez is nagyon kellemes emlék fűződik. Jól tette az, aki kihasználta ezt a napot a torkoskodásra, de nem csak a pénztárcája kímélése miatt, hanem azért is, mert a keresztény hit szerint most húsvétig egy bőti időszak kezdődik, amely a vallásos emberek számára nem csak húsmentes étkezést jelent, hanem a szerénységről és a visszafogottságról is szól. Különleges előadásra hívták a diákokat és az érdeklődőket szerdán délután. A Bajai Polgárőr Egyesület egy olyan szakembert hívott meg városunkba, aki a drog és alkoholfogyasztás hatásairól és következményeiről mesélt a hallgatóságnak. Hogy valójában mekkora probléma is a jelenség, arról híradók végén tudhatnak meg többet. A farkaspók fajcsoportnak egy új faját találták meg a Hajós és Császártöltés közötti területen. A fajra még tavaly nyáron bukkantak rá. A hosszabb ideig tartó vizsgálatok miatt azonban a szakemberek csak később hozták nyilvánosságra a tényeket. Ez az a pók, amit tavaly nyáron találtak meg a szakemberek a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósághoz tartozó területen. A faj a farkaspók félékhez tartozik, azon belül is a nagyobb testűekhez. Sokan nem tudják, de a kutatók számára egyértelmű, hogy ez a faj nem sző hálót, a táplálékát a talajról szedi össze. Itt a mögöttem látható területen Hajós határában találták meg a farkaspók fajcsoportnak a legújabb faját. Ez már egyébként egy ismert faj, csak Magyarországon most találták meg először. A hajósi kaszálókon és löszös területeken rovartani kutatásokat végeztek, így fedezték fel a két egyedet. Egy olyan farkaspók faj került elő,
a hazai pókoknak, tehát Illede-Orpolyvoknak egy családjáról van szó, a farkaspókok esetében, amelyet korábban a Kárpát-medencei irodalmak nem jelöltek, én sem találkoztam vele korábban. Ez egy tipikusan dél-európai faj, és hát akkor néztünk utána, hogy igazából mi lehet az oka annak, hogy korábban ezzel nem találkoztunk, illetve adott esetben mivel tévesztették össze. A terület a Duna-Tisza közi homokhátság és a Duna-völgyi sík találkozásánál található. A két tájegység között 10-12 méteres a szintkülönbség. Fönt homok, löszös homok bukkan elő, a lenti részen pedig a tőzeg az uralkodó. A rovarcsapdákat annak idején Agócs Péter helyezte ki. Ez a terület ugye annak idején megúszta a tőzegbányászatot, nem úgy, mint például északabbra a Vörösmocsár, vagy délebbre is találunk ilyen tőzeg tavakat, itt érintetlenül fennmaradt, és ezen a tőzegen pedig nagyon-nagyon változatos vegetáció alakult ki. A víznek, a vizes élőhely hatására ugye az ehhez szokott, vagy ezt szerető fajok, fajcsoportok, élőhely együttesek jelentek itt meg. Ezen a területen vezet át a kéktúra útvonal is, de a szakemberek megnyugtatnak mindenkit, hogy a fajjal nagy valószínűséggel senki nem fog találkozni, és amúgy sem jelent veszélyt az emberre nézve. Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a kecskeméti törvényszék azt a fiatal férfit, aki 2015. novemberében Máté Telkén megölte a vele egy utcában lakó idős asszonyt, olvasható a baon.hu internetes oldalon. Az elkövető az asszony pénzét szerette volna megszerezni, mivel korábban komoly adósságokat halmozott fel, melyeket ebből az összegből szeretett volna törleszteni. A betörés közben az asszony megzavarta a férfit, aki a helyszínen végzett áldozatával. T. Krisztiánt a megyei főügyészség nyerességvágyból a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberüléssel vádolta meg, a bíróság pedig eszerint állapította meg bűnösségét. A férfi legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. Nem mindennapi előadásnak lehettek részesei azok, akik szerda délután ellátogattak a Bácskai Kultúrpalotába. Szemejátsz János addiktológus a kábítószerek veszélyeiről és a szenvedélybetegségek okozta problémákról osztotta meg szakvéleményét az érdeklődőkkel. A rendezvény a Közbiztonság Egyeztető Fórum és a Helyi Polgárőr Egyesület szervezésében jött létre. Az alkoholfogyasztásról mesél dr. Szemejátsz János addiktológus. A szakember szerda délután látogatott el a Bácskai Kultúrpalotába, ahol többek között a fiatalokat érintő kábítószer használatról és alkoholfogyasztásról tartott előadást. Ami a fiataloknak a szerfogyasztási problémáját érinti, az egyrésztről az alkoholfogyasztásnak ez a rohamivásos, úgynevezett binge drinking típusú ivása, hogy a fiataljaink miért isznak így, és egyáltalán ez hogyan néz ki jelenség szintjén, mi vezet oda, hogy a fiatalok akár ilyen szerekhez fordulnak, illetve az elmúlt 6-8 évben a designer drogfogyasztás az egyik legnagyobb probléma. Ezek azok az új szerek, amikről elég keveset tudunk, nehéz őket behatárolni. A szenvedélybetegségekre specializálódott szakember országszerte tartott már előadásokat a témával kapcsolatban, és ezúttal a bajai lakosokkal is megosztotta szakvéleményét. Dr. Szemejátsz János elárulta, a prezentáció célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra az egyre súlyosbodó problémára, amit a tudatmódosító szerek használata okoz. Az előadásra elsősorban a fiatalokkal foglalkozó és őket segítő szakembereket várták, de természetesen mindenkit szívesen fogadtak. Folyamatosan változik, változnak folyamatosan a fogyasztási szokások, a fogyasztott szerek, és ezeknek különböző hatásai, az kiváltó okai és amiket kivált maga a szerfogyasztás. Ezen már tisztában lennünk nekünk, akik ezekkel foglalkozunk, pedagógusok, családsegítő szakemberek, illetve a polgárőrök, a rendőrség szakemberei, próbálunk napra készek lenni, amennyire tudunk. A szakember az általa készített prezentációkkal kívánta látványossá és egyértelművé tenni tanácsait. A Biblia a magyar képzőművészetben. A témáról dr. Reisinger János irodalomtörténész tart előadás sorozatot a Turisztikai Központban. Munkácsi Mihály Krisztus trilógiájáról 3 alkalommal hallhatnak az érdeklődők. Először március 3-án, pénteken este 6 órakor a Krisztus Pilátus előtt című műről lesz szó. Ezt követi még 2 előadás, március és április végén. Kezdődik a Sportpercek.
Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Dupláztak a hétvégén a Spartacus úszói. A csapat fiatalabbik fele Zomborban járt egy nemzetközi versenyen, míg az idősebbek a Hódmezővásárhelyen megrendezett tavaszváró kupán bizonyíthattak. Pass Ferenc a jegyzőkönyveket olvasva elégedetten értékelhetett. A hosszú téli felkészülést követően ezekben a hetekben megkezdődnek az idei versenyek, mostantól szinte minden hétvégén lesz valamilyen megmérettetése a Spartacus úszóinak. Szombaton kettő meghívásnak is eleget tettek a bajaiak. A kisebbek Zomborba utaztak, ahol a Polett kupán vettek részt, ami egyben a testvérvárosok kupájának a második állomása volt. Félig meddig rendezők is illetott részt vennünk. Itt a 2006-os 7-es korosztály vett részt, szerény létszámmal, 7 fővel, de azért a 7 fős delegáció tisztességgel helytállt, és 2 bronzéremmel tértek haza. A csapat másik fele pedig Hódmezővásárhelyen versenyzett a tavaszváró kupán, ahol román és szerb csapatok is jelen voltak. Itt az idősebb generációval nevezett Pass Ferenc, a cél pedig a minél jobb idők megúszása volt. Ennek sikerült is megfelelni a fiataloknak, hiszen többen is megközelítették, vagy meg is döntötték egyénileg jobbjukat. Mondhatom, elég jól állunk, sokat javítottak a gyerekek, szinte mindenki javított minden számba, vagy legalábbis megúszta azt az idejét, ami az eddigi legjobbja volt, és hát azért ezt a legjobbját, ezt vagy az év végén a cikluszáró versenyen úszta, vagy az országos bajnokságon, tehát olyan versenyen, ahova kimondottan rákészültünk, rápihentünk. Erre a versenyre abszolút munkából mentünk, úgyhogy fáradtak is voltak a gyerekek, ennek ellenére nagyon jól úsztak. A Spartacus versenyzői tucatnyi érmet nyertek Hódmezővásárhelyen, a csapat húzó embereinek Bogdán Luca, Kovács Botond és Kajzer Dominik bizonyult. A mostani hétvégén majd Kalmár Ákosnak lesz feladata, aki a belgrádi nemzetközi viadalon az Európa-bajnoki, illetve világbajnoki szintidők megúszása érdekében ugrik medencébe. Nagy bevásárlást tartott az elmúlt hetekben a labdarúgás utánpótlásáért alapítvány. A focisták ismét fontos felszerelésekkel és egy hasznos géppel gazdagodtak. A beruházás a támogatóknak és a TAO pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg. Több nagy doboz is tele van azokkal a melegítőkkel, mezekkel és kabátokkal, amelyeket a legutóbbi bevásárlás alkalmával szerzett be a labdarúgás utánpótlásáért alapítvány. Korábban már valamennyi korosztályt tetőtől talpig felöltöztették, a mostani, mintegy 3 millió forintos vásárlásnak pedig leginkább a nagypályás csapatok örülhetnek. Elsősorban a labdarúgás utánpótlásért alapítványba focizó U11-es, U13-as, illetve U16-os korosztályba futballozó gyerekek, illetve a vidéki egyesületeknél Vaskúton, Baja-Szent Istvánon, Monostoron, Bázsbokodon focizó kisebb korosztályok fognak belőle részesülni. Nem mindegyik felszerelést kapják azonban meg azonnal a csapatok, az alapítvány a jövő évi esetleges MB2-es szereplésre is gondolva tartalékol a most beszerzett mezekből, melegítőkből. Itt pedig már egy vadonatúj fűnyíró traktor gurul le az autóról a Vasváriban. Ez szintén a TAO-s pályázatból sikerült megvásárolni, az egyik támogató hathatós segítségével. Az alapítvány használja továbbiakban is. A Vasvári úti pályának a minőségi javítása érdekében vettük ezt a kis traktort, azért, hogy a gyerekeknek még jobb körülményeket tudjunk teremteni. A fűnyíró kis traktor a tervek szerint tehát a Vasvári Pál utcai sporttelepen teljesít majd szolgálatot. Ez a gép a futballpályákra egy ideális méretű gép. Hidrosztatikus meghajtású, 22 lóerős Brixent Straton benzinmotor hajtja, könnyű a kezelhetősége, különböző kiegészítő eszközökkel is lehet még használni, például hótolóadapterrel, seprőgéppel, illetve mögé lehet akasztani különböző eszközöket, utánfutót, gyeplazítót és egyebeket. A szertár tehát ismét fontos kellékekkel gazdagodott az alapítványnál, most már a labdarúgókon a sor, hogy jó játékkal és sok-sok góllal hálálják meg a gondoskodást. Sporthírekkel holnap este ismét várjuk Önöket. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Megújulhat a piac, új csarnokot és fedett, modernebb árusítóhelyeket kaphatnak a piaci kofák. Habbazó szerda, torkos csütörtök, megkezdődött a böjti időszak, a templomokban és az éttermekben különböző módon emlékeztek meg az eseményről. Határon belül és azon túl, Zomborban és Hódmezővásárhelyen versenyeztek a hétvégén a bajai úszók.
A Bajai Televízió híradóját látták friss összeállítással holnap este 6 órakor is én várom önöket. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Köszönöm figyelmüket, legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Korra reggeli órákban délen is csökken a felhőzet, és általában napos, gyengén felhős időre számíthatunk, délután azonban már több fátyol felhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű. A Dunántúlon déli, keleten, északnyugati szél az estére mindenütt délkeletire fordul, és a Kisalföldön megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul. Az északi középhegység északi felén ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható.